Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Valódi fejlesztési program kell Pécsnek. Sajtótájékoztatót tartott a pécsi Fidesz. Két napos sztrájk a magasabb órabérét a Volánbusznál. A tárgyalásokban hisz a cég a munkabeszüntetés helyett. Lelki és testi táplálék. Ebédre várták az elesetteket Pécsen. Könyv a pécsi cirkfandi esték legizgalmasabb beszélgetéseiből. A pécsi polgári szalon adventi estje. Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át a Nobel-díjakat Stockholmban. Az elismerést Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus is átvette az ünnepségen. A tudományos élet legrangosabb nemzetközi kitüntetését a díjazottaknak 16. Károly Gusztáv svéd király adta át a stockholmi hangversenyteremben rendezett díszes ceremónián vasárnap. Karikó Katalin az amerikai Drew Weissmannel megosztva az mRNA-s alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseiért kapta meg az Orvosi Élettani Nobel-díjat. Ez a felfedezés lehetővé tette a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztését is, amivel több millió embert oltottak be világszerte sikerrel. A pécsi baloldali városvezetés választási ígéreteinek be nem tartása sikertelenséghez vezet. Ez már lassan 5 éve így megy. A pécsi Fidesz frakció szerint Pécsnek egy reális alapokon nyugvó, valódi fejlesztési programra van szüksége. Ezért ennek kapcsán sajtótájékoztatót tartottak hétfőn a pécsi városháza előtt. 2019 óta Pécs egy sikertelen kísérlet terepe. Ezt egy olyan csoport kényszeríti rá a pécsiekre, amely nem csak már valamennyi pécsi közösséggel, de önmagával is haragos viszonyt ápol. Jól látható, hova vezet ez az út, a betartatlan választási ígéretek sora, az álomberuházásokról szóló mesebeszédek, amelyek soha nem valósulnak meg, mondta Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője a sajtó képviselőinek hétfőn. Sajnos ma már választási programoknak nem tulajdonítanak akkora jelentőséget, de mi mégis ezt tesszük. Éppen azért, mert mi hiszünk abban, hogy a mi terveink, amellyel valamennyi Pécsit megkívánunk szólítani, az egy olyan fejlesztési terv, egy valódi alternatíva, amellyel Pécs kitörhet az elmúlt fél évszázad sikertelen időszakából, és 2024-et követően ezzel a programmal megteremthetjük annak a feltételeit, hogy Pécs a következő generáció számára is meghatározó, nyertes évtizedet tudjon megkezdeni. A javaslatokat szilárd értékrend szerint állította össze a pécsi jobboldal, amelyet ismertetett a pécsiekkel az elmúlt hónapokban, tette hozzá a frakcióvezető. De ezek mégsem lázálmokrat kergetnek, hanem a pécsiek és a város jelenlegi problémáira fókuszál. Azokat kívánja megoldani, felszámolni Pécs hátrányait, keresni a lehetőségeket és azokat a kitörési pontokat, amellyel Pécs a következő évtizedben valóban felzárkózhat a sikeres magyar nagyvárosok sorába. Pécsen tehát látjuk, hogy változásra van szüksége, alternatívát pedig csak a polgári jobboldal képes állítani. Ezért a tervek ismertetését az ünnepek után is folytatja a pécsi jobboldal. Másrészt a pécsieket is megkérdezik arról, hogy a következő évtizedekben milyen városban szeretnének élni. Teszik mindezt azért, hogy Pécs újra büszke magyar nagyváros lehessen. Pécsnek egy reális alapokon nyugvó, valódi fejlesztési programra van szüksége. Sikeresnek mondta a baranyai szakszervezeti vezető a buszosok kétnapos sztrájkját. Mint ismert, 25%-os alapórabér emelést követel a Szolidaritás szakszervezet 2024-re. Ezért december 10-ére és 11-ére munkabeszüntetést hirdettek. A Volánbusz hétfői közleményében a tárgyalásos megegyezést hangsúlyozza a bérmegállapodás megszületésében. Sikeres volt a vasárnapi sztrájk a Volánnál, Baranyában, mondta kérdésünkre telefonon a munkabeszüntetést meghirdető Szolidaritás szakszervezet megyei elnöke. A vasárnapi sikeresnek mondható a 90% meghirdetett kimaradt járatból 20 elment, a többi 147 az nem ment el. Tehát sikeresnek mondható a sztrájk. Mivel a munkáltató nem jut a tárgyaló asztalhoz, és még semmi ajánlatot nem tett, hogy közelítsük, de igényen ragaszkodunk a 25%-hoz, vagy a fejenként 112.500 forinthoz. Hétfő éjfélig hirdették meg a sztrájkot, ami szerintük törvényes volt, mondja Dukon Gyula. A bíróság első fokon azt mondta, hogy jogos a sztrájk, nekik van két nagyszerű jogászaink, az az ő feladatok, a szakszervezeti azért vannak. Ha a bíróság kimondta volna, hogy nem lett volna jogszerű, akkor nem történt volna meg a sztrájk.
és hogy azt szeretnénk, hogy ezután a munkáltató felhatalmazása a szakszervezetekkel, és ott tegyen ajánlatot, mert eddig semmit nem tett. Az alapórabérben akarnak 25%-os növekedést kiharcolni, ami jelenleg nem éri el a 2000 forintot, tudtuk meg a szakszervezeti vezetőtől. Azt is elmondta, hogy a gépkocsi vezetők fizetése több elemből áll az órabéren túl. A bruttó órabér egységesen minden gépkocsi vezetőnek 1955 forint bruttóba. Nagyon egy bonyolult bérrendszer van, tehát kereshetnek itten többet, rengeteg túlórával, illetve a pótlékrendszer. Tehát a pótléktől kezdve, vezetési pótléktől kezdve, minőségi pótlék, tehát sokszor átláthatatlan. A szakszervezet szeretné, ha még karácsony előtt sikerülne megállapodniuk. Ha nem tudnak megegyezni, akkor január 7-én és 8-án újabb munkabeszüntetés várható, mondta Baranyai elnök. Közben a Volánbusz ZRT sajtóközleményt adott ki. Ebben azt írják, a vasárnap 16 órakor összesített adatok szerint a szakszervezet számításaival ellentétben a munkabeszüntetésben résztvevő autóbuszvezetők száma nem érte el a 700-at, aránya pedig a teljes állományukhoz képest 6%, az advent második vasárnapján dolgozók létszámához képest 22% volt. Ennek alapján az előzetes adatok szerint a nyilvánosságra hozott, esetlegesen nem közlekedő járatok körülbelül 75%-a mégis menetrend szerint közlekedett. A cég ebből azt mondja le, hogy a dolgozók többsége a tárgyalásos megegyezésben bízik. Ez vezetett eredményre 2023-as bérmegállapodásnál, és lehet sikeres a 2024-es bérek mértékének meghatározásánál is a cég szerint. Az ünnepek közeletével se feledkezzünk meg a véradásról. Több helyszínen is lehet vért adni Baranya vármegyében december 11 és december 15-e között. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható. A hazai egészségügyi intézmények biztonságos és folyamatos betegellátásához munkanapokra lebontva napi 1600-1800 véradó van szükség. A véradás során levett vérből előállított legrövidebb lejáratú vérkészítmény, trombocita készítmény csupán 5 napig használható fel, ezért nagyon fontos a véradások folyamatossága. Érdemes a weboldalakat figyelni a véradás helyszínei miatt. Ételosztást tartottak a Pécsi Reményházában advent második vasárnapján. A Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet plébánia által működtetett intézménybe a parlamenti imacsoport és a Baranyai Önkormányzat összefogásával érkezett az étel, illetve az ünnepi műsor. A jótékonysági eseményre 100 családot vártak. Gyermekkórus a Pécsi Reményházában vasárnap délelőtt. Ünnepi műsort adtak az ételosztás előtt, amit a Vármegyei Önkormányzat és a parlamenti imacsoport támogatásával valósítottak meg. Még tavasszal találkozott Budapesten egy konferencián az imacsoport vezetője a Baranyai Önkormányzat elnökével. Akkor született az ötlet, hogy Pécsen tartják a következő jótékonysági akciójukat. Ez a jótékonykodás, ez ne olyan legyen, amit csak egyszerűen pénzzel kifizetünk, hanem hogy mi készít az ételt. Mi tálaljuk, és ott legyünk azok között, akiknek a szemébe beletekintünk, akkor Jézus Krisztus tekint vissza ránk. És akkor elnök úr mondta nekem, hogy te Imre, miért mindig Budapesten szervezitek? És akkor rájöttem, hogy hát elnök úr igazad van, miért mindig Budapesten? A következő mondtam tavasszal, Pécset lesz, és így ez volt az indítatása. Az országgyűlési képviselő azt mondja, több ilyen nap kellene, hogy legyen egy évben, nem csak a decemberi ünnepi időszakban. Igyekszünk is, hogy legyen több ilyen nap. Most a karácsonyra készülődvén, ugye a második gyertyagyújtás van ma. Én úgy gondolom, hogy ezen mindenkinek mélyen el kell gondolkodnia, és el kell gondolkodnia azon, hogyha az Úr elé áll, akkor nem az számít, hogy mit halmozott össze itt az életében, mert az Úr azt fogja tőle kérdezni, hogy milyen ember voltál. És erre akkor és ott, ha nem hajolunk le az elesettek felé, akkor bizony nehezen fogunk tudni válaszolni.
Nehéz sorsú embereket, családokat szólítottak meg, és várták őket advent második vasárnapján a reményházába, mondta Baranyai elnök. 100 rászoruló pécsi család számára biztosítottunk az ünnepi műsor mellett meleg ebédet. Az ebéd egyébként rizses hús lesz savanyúsággal, illetve egy kis süteménnyel. Őri László azt mondja, nem csak fizikai táplálékot szerettek volna adni ezen az eseményen. Legyen egy olyan adventi alkalom, ahol egy közös, szép közösségi együttlétre hívjuk meg a pécsieket, egy finom ebéddel is megvendékeljük őket, de ami ugyanilyen fontos, hogy a programot azt úgy állítottuk össze, hogy ez advent második vasárnapján a karácsonyra való készülődés jegyében kis lelki táplálékot is nyújtson, ezért egyházi áldás sok is helyet kapott a sorba, illetve talán a napnak a fénypontja, lehet ezt mondani, ahol többen is elérzékenyültünk, a pécsi gyermekeknek a műsora volt, amellyel készültek a nehéz körülmények között élő rászoruló pécsieknek. Ez az advent erősítse mindannyiunkat, hogy rátaláljunk a helyes útra, és mindent tudjunk a lelkünkből, erről az útról letakarítani, ami nem oda való. Mondta a házigazdaként Kövesi Ferenc plébános. Majd tálcán hozták az ételt a rászorulóknak az asztalhoz az akció szervezői. Az ételosztásban a pécsi egyházmegyei Caritas segített a reményházában. A magyarok 42%-a olvas valamilyen gyakorisággal nyomtatott könyvet. Ez az érték e-könyvek esetén 11%, míg az e-hangos könyveknél 7%, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült kutatásból. A közösségi média azon belül is kiemelten a Facebook, az Instagram és a TikTok nagy szerepet játszik egy-egy alkotó vagy kötet népszerűsítésében. A kutatás szerint 2020-ban a felnőtt magyar lakosság 13%-a, 2023-ban 15%-a olvasott hetente. Az országos átlagnál nagyobb arányban olvasnak rendszeresen a nők, a fiatal felnőttek, 18-39 évesek és a 60 évnél idősebbek, valamint a budapestiek. A könyvet valamilyen gyakorisággal olvasók átlagosan 12 könyvet olvasnak el, bármilyen formátumban egy év alatt. A könyvolvasó felnőtt népesség körében a szépirodalmi művek és a szórakoztató irodalom a legnépszerűbb műfajok. A pécsi Cirfándi esték legizgalmasabb beszélgetéseiből összeállított könyvet mutatták be a Pécsi Polgári Szalon adventi összejövetelén. A könyvbemutatóra az egykori beszélgető partnerek egy része is eljött. Az est végén egy filmet is megtekintettek a résztvevők a korábbi beszélgetéseket idézve. Néhány évvel ezelőtt több éven át zajlottak a pécsi Cirfándi esték a Magtár Látogatóközpontban Pécsen. Kossuth és Széchenyi Díjas művészek, tudósok voltak a beszélgető társai Hopál Péter országgyűlési képviselőnek. Most egy könyv is készült a sikeres pódiumbeszélgetésekről a Pécsi Polgári Szalon jóvoltából. Ez pedig nem könnyű műfaj, mondta Hopál Péter. Nagyon nehéz műfaj, hogy élő szóban elhangzott beszélgetéseket, talk show-kat, polgári estéket átültessünk könyvformátumba, de a lehetetlent a Polgári Szalon megkísérelte, és hát legyőztük a előttünk tanyosuló akadályokat, és megjelent a könyv, úgyhogy ebben összesen 16 vendégnek a beszélgetése szerepel, ennek a fele pécsi vagy pécsi illetőségű, másik fele pedig budapesti illetőségű, de mindannyian országos és nemzetközi elismertségű művészek, illetve tudósok. Nagyon örülök neki, hogy visszaláthatjuk, visszaolvashatjuk azokat a csodálatos személyiségeket, azokat a beszélgetéseket, azokat az élettörténeteket, amelyeket a Pannon Televízió jóvoltából egyébként láthatunk a világhálón is. A könyvbemutatóra a Cirfándi esték sorozat pécsi vendégei is meghívást kaptak. A több éven át tartó beszélgetős esték pécsi vendégeivel most egy közös beszélgetés is zajlott. A sikeres sorozat a Pécsi Polgári Szalon szervezésében történt. Szerettük volna Gutenberg nyomán nyomtatásban is meghagyni az utókor számára ezeket az értékeket, amelyek fontos emberekkel, példaképszerű emberekkel olyan üzeneteket hordoznak, amelyek talán egy kicsit arra is hajaznak, amit Gabriel Márquez ír valahol, hogy az élet nem az, amit átélünk, hanem az, amikor visszaemlékszünk arra, és ahogy visszaemlékszünk arra, amit átéltünk. Tehát át tudtuk élni ezekkel a kiváló emberekkel,
tudósokkal, művészekkel az életüket, a sikereiket, és példaképül szolgálhattak a hétköznapok számára is. Karácsonyhoz közeledvén advent idejében minden jelenlévőnek átadtak egy-egy dedikált példányt a Pécsi Cirfándli Esték első kötetéből, melyet Palancsa Gábor szerkesztett. Végül levetítették azt az egyórás filmet, ami a könyvben olvasható szereplők beszélgetéseit röviden felidézte. A régió híreivel folytatjuk. Megújult környezetben és teljesen felújított épületben várja a vásárlókat a Kelevízi aranykézművek boltja. A kis üzletet 5 évvel ezelőtt nyitották meg, hogy bemutathassák közmunkás kosárfonóik munkáit. Az épületet 73 millió forint toppos pályázatból újították fel. Fonott kosarak, rongyszőnyegek, füstölt áru, savanyúság, szörpök, kézműves sajtok, zöldségfélék. Több település közfoglalkoztatásból származó termékeinek is helyet ad a kis üzlet. Kelevízen 15 embernek biztosít folyamatos munkát a közfoglalkoztatási program. Kötik a kosarat, de ilyenkor indul el nálunk a vesszőnek az aratása, mert ugye most érik meg, és azt most kell vágni. 1 hektár területen termelünk amerikai nemes fűzvesszőt, és azt hát 20 ezer tő, és azt kézzel kell levágni, úgyhogy nálunk ez most indult be. Mellette ugye hát történik a kosárfonás, illetve a varodába készülnek a csodálatos kosárbélések, a téli már megismert sálak, karácsonyi terítők, és ugye a tavaly bővült a programunk a szublimációs termékekkel, ezek a nyomtatott, úgymond hőtechnikai nyomtatott termékek. Nagyon sikeres volt a Mikulás zsák projektünk most, nagyon sok kisgyereknek hoz örömet, remélem a mai nap. A közfoglalkoztatási programban a belügyminisztérium 6 évvel ezelőtt szintet lépett, és olyan programot indított, amelyben jellemzően az élelmiszer feldolgozási kapacitás létrehozását és bővítését célozta meg, és ezt is meg tudták ugrani a települési önkormányzatok, hangsúlyozta Réti Pál helyettes államtitkára megnyitón. Hozzátette, majd elindult a hátrányos helyzetű települések gazdaságélénkítő programja is, amelyben most már 150 település vesz részt, Kelevíz már a kezdetektől nem is akármilyen eredményekkel. A belügyminisztérium évek óta, tehát 2012 óta díjazza a közfoglalkoztatásban kiváló eredményeket elért és mintaértékű eredményeket elért települési önkormányzatokat és közfoglalkoztatókat, nem kizárólag települési önkormányzatokat, hanem egyéb más közfoglalkoztatókat is, és az sem véletlen, hogy Kelevíz egyébként 2017-ben és 2021-ben kapott Start Plus díjazást, ami nyilván anyagi forrásokkal is jár, amelyet a közfoglalkoztatási programjaiba használták föl. Tehát nincsen túlságosan nagy számosság azoknak a településeknek, akik kétszer is elnyerték ezt a díjat, Kelevíz ezek közé tartozik. A hátrányos helyzetű települések gazdaságélénkítő programjának köszönhetően elindítása óta 351 munkahely létesült, amelyet a kormány 18 milliárd forinttal támogatott. Honvédelmi versenyt tartott Dombóváron a Bátrak Ligája Honvédelmi Sportszövetség. A rendezvényen részt vett Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Pintér Szilárd Dombóvárváros polgármestere. 8 iskola mérette meg magát, végül a 3 legjobb állhatott dobogóra. Az összes résztvevő csapatot jutalmazták. A Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligája elnevezésű versenye Dombováron és Tolna vármegyében is először került megrendezésre az MMS Eszterházi Miklós Technikum és Kollégium Buzánszki Jenő sportkomplexumában. Az országos versenysorozat a városi és a térségben működő oktatási intézmények csapatainak részvételével zajlott. 43. alkalommal rendezi meg a Honvédelmi Sportszövetség ezt a versenyt. A célunk az, hogy a felső tagozatos általános iskolásoknak adjunk egy olyan lehetőséget, amellyel megismerhetik még jobban önmagukat. Sajátos akadályverseny ez, hiszen egy kicsit ilyen katonai jellegű, és a jelleget azt még inkább fokozza, a katonai jelleget az, hogy a kadétiskolásokat is ide hívjuk, akik segítik a versenynek a lebonyolítását. A szövetség 5 évvel ezelőtt hozta létre a versenysorozatot a 7.-8. osztályosok számára. Az akadályversenynek fontos szerepe van a honvédelmi előképzésben, mindemellett a sport által a fiatalok akaratereje, fizikuma és állóképessége is fejlődik. A vetélkedő alatt a résztvevők a sportlövészetet, vívást, íjászatot, evezést,
RC tankvezetést, valamint egy autószimulátort is kipróbálhattak. Örülök annak, hogy egyáltalán megfogalmazódott a vetélkedőnek az ötlete. Egyébként ez is Simicsko István volt miniszterurat dicséri, most frakcióvezető a KDNP-ben, és örülök annak is, hogy 10 csapat itt volt, illetve sok néző. Talán a résztvevők, a nézők is kedvet kaptak egy kicsit a katonai életmódhoz, arra, hogy esetlegesen továbbtanulásukat majd kadétiskolába vagy katonai területen folytassák. A két legjobb csapat tovább jutott az országos versenyre, majd ott képviselhetik a várost. A dobogó harmadik fokára a József Attila Általános Iskola egyes számú csapata, a másodikra az I.S. Gyula Gimnázium csapata állhatott, míg a győztes a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ csapata lett. Díjazták a legjobb tolnai tanulókat és sportolókat. Az elismeréseket Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere adta át a Magházban. Díjátadót rendeztek Tolnán. A legeredményesebb sportoló elismerést az kapta, aki 2023-ban országos bajnoki címet, illetve Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon érmet szerzett. A kitüntetettek között volt kajakkenus, sakkozó, karatés, sárkányhajós és ritmikus gimnasztikában versenyző is. A jó tanuló, jó sportoló díját az a tolnai fiatal nyerhette el, aki mindkét területen kimagaslóan teljesít. Appelszoffer Ágnes, a település polgármestere elmondta, fontos megünnepelni a helyi sikereket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen remek eredmények születtek a városban, sporteredmények és tanulmányi eredmények is, és mi azon vagyunk, mint Tolnaváros önkormányzata, hogy amennyit mi hozzá tudunk tenni, ehhez azt tegyük hozzá, akár a sportegyesületek támogatásával, akár az infrastruktúrák javításával, hiszen a közeli és kicsit távolabbi jövőben elég sok sportfejlesztés lesz a városban. A jó tanuló, jó sportoló díjat hárman kapták meg. Acsádi Petra, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 11. osztályos diákja, karatézik és focizik. Tanulmányi eredménye a 2022-23-as tanévben kitűnő volt, 9 tantárgyból kapott dicséretet. A versenyző magyar válogatottságig is eljutott. Elmondta, nagy büszkeséggel tölti el, mikor hazáját képviselheti. Hozzátette, a sportban a harciasság és az összeszedettség két nagyon fontos tényező. Hát szerintem mindig hatalmas érzés, hogyha fel tudom venni mondjuk a címeres mezt, vagy a magyar válogatottnak a színeit tudom képviselni, és engem ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és mindig úgy megyek oda, hogy meg szeretném mutatni azt, amit tudok. Kis Gréta Anett szintén a Tolnai Gimnáziumban tanul, sportolóként a nagypályás labdarúgásban és futszálban szerzett országos bajnoki érmeket. Elmondása szerint a versenyszintű sportolás mellett egyenlő mértékben oda kell figyelni a tanulmányokra is. Én úgy vagyok vele, hogy női sportolóként én ebből nem fog tudni megélni fociban legalábbis, nincs benne annyi pénz, és én nem is tenném rá föl az egészet, mert van egy adott idő, amíg el lehet menni, addig sportolok, utána már nem fog tudni, ez mellett kell egy olyan szakma is, amit ez kiegészíti ezt az egészet. Az eseményen összesen 11 sportolót és tanulót díjaztak. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Valódi fejlesztési program kell Pécsnek. Sajtótájékoztatót tartott a pécsi Fidesz. Két napos sztrájk a magasabb órabérét a Volánbusznál. A tárgyalásokban hisz a cég a munkabeszüntetés helyett. Lelki és testi táplálék. Ebédre várták az elesetteket Pécsen. Könyv a pécsi cirkfandi esték legizgalmasabb beszélgetéseiből. A Pécsi Polgári Szalon adventi estje. Kedden a nap első felében többfelé kisüt a nap, de kezdetben keleten és északnyugaton elszórt záporok kialakulhatnak. Majd délután nyugat-délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek a Dunántúl, valamint az Alföld déli része fölé. Ezeken a tájakon délután este egyre többfelé elered az eső. Délelőtt 2 és 6 fok várható, a csúcshőmérséklet 4 és 12 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!